A kisebb sérüléssel bajlódó Tóth Gergelyt nélkülöző hazaiak esélyesként léptek pályára a tabella hátsó régiójában tanyázó nagykörös ellen, és az első negyedben 10 pontos előny szerezve igazolta is a papírformát a házigazda. A második 10 percben újabb 6 pontot tett hozzá előnyéhez a Blue Sharks, és a játék képe a fordulás után sem változott. A vendégek igyekeztek ugyan, de a kékcápák különösebb megerőltetés nélkül szerezték a kosarakat, és végül 30 pont feletti különbséggel nyerve nyújtotta tovább győzelmi sorozatát Siska János együttese. Ugyanazt kértem, mint az MTK ellen, hogy maximális koncentráció legyen a nagykörös ellen is. A fiúk betartották ezeket, örülök annak, hogy szinte mindenki pályára tudott kerülni, és nem lettek új sérülteink. A mezőny legeredményesebb játékos a Czura Attila volt, aki 29 ponttal vette ki részét a győzelemből. Jól éreztem magam nagyon a pályán, ugyebár a nagykörös ellen szerintem egy ilyen arányú győzelmet kellett hoznunk, és egyáltalán nem lenézve őket. Jól éreztem magam, jól is ment, amit múltkor kihagytam a múltkori meccsen, azokat most bedobtam, és igazából az egész csapat szépen játszott. Örülök nagyon, hogy a fiatalok egy ilyen kemény hét után itt tudtak beszállni, és azért mindenki hozzá tudott tenni, és Vaskó György is nagyon jól játszott szerintem. A vendégek edzője szerint reális eredmény született, bár a szakember nagyobb motivációt várt csapatától. Gondolkoztam én is meccs közben, hogy mi lehetne más, és meg meccs előtt is megnézve ezt a két csapatot. Annyit fűznék hozzá, hogy a mi csapatunkban mindenki dolgozik munkahelyen, a munkahely után mindenki edzősködik, és amellett vállalják ezt a kosárlabdát hetente kétszer-háromszor a saját szórakozásukra, meg a közönség szórakoztatására. Hát itt most nem szórakoztattuk mi a közönséget, de hozzájárultunk, hogy a Nyíregyháza tudja szórakoztatni. Szerintem ekkora különbség van. Most a hozzáállásunk se volt jó szerintem a mai nap, úgyhogy emiatt beszéltem is a csapattal, hogy ez kevés lesz majd a gyengébb csapatok ellen, tehát változnunk kell, mert ez ilyen nagyon langyos meccs volt. A forduló további eredményei a következők: MTK Török Bálint Meavsz Miskolc 77-66, BKG Prímelse Veszprém 79-88, Vasas Akadémia Bonyhát 94-72, MAFSZ Oroszlány 83-73, Budapesti Honvéd Békés 85-66 és Budafok PVSK 80-81. A tabella élén a Veszprém 100%-os teljesítménnyel megelőzve a 17-2-es mutatóval rendelkező MAFSZ-ot és a 16-3-as méreget magáénak tudó Oroszlányt. A Nyíregyháza Blue Sharks 13 győzelemmel és 6 vereséggel a negyedik helyen várja a folytatást. A hétvégén nem lesz bajnoki forduló, a kék cápák Győrben a HEP Kupa 4-es döntőjében lépnek majd pályára.